Most pedig itt a stúdióban folytatjuk, hát egy sokkal barátságosabb témával, bár lehet, hogy azért sokakban ez is felháborodást váltott ki. Cseppel polgármestere Borbély Lénárd a vendégem. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Ön azt mondta, illetve kiadott egy sajtóközleményt, amely szó szerint úgy szól, hogy Cseppel és a közösségi közlekedés lehet az olimpia legnagyobb nyertese. Ehhez mellé tesszük azt az információt, hogy a fővárosi közgyűlés legutóbbi ülésen döntött arról, hogy megszüntethető lenne a cseppeli hív. Na most, ha megszüntetünk egy hívjáratot, akkor hogyan lehet a cseppeliekkel elhitetni, hogy ők lesznek a nyertesei ennek a dolognak? Hát nagyon egyszerű, nekünk az a dolgunk, hogy megnyugtassunk egyrészt mindenkit, másrészt elmondjuk, hogy pontosan mi fog történni, vagy mi történhet. Először is az olimpia megrendezésével azt gondolom, hogy Magyarország és Budapest csak nyerhet, és Budapesten belül a mi kerületünk azon közé, a szerencsés kerületek közé tartozik, aki a legnagyobb nyertese lehet a megrendezésre kerülő olimpiának, mégpedig azért, mert olyan fejlesztések, amik egyébként évtizedekig várhatnának magukra, most gyakorlatilag az olimpián keresztül egy ilyen katalizátor hatással felgyorsulhatnak. Kaphatnak például egy új hidat, ezt mondjuk például érti az ember. Például egy új hidat, igen, amivel összeköttetésbe kerülhetünk Budával, de visszatérve a cseppeli hévhez, a cseppeli hévet a tervek szerint egy villamos járat váltaná fel. Azt tudni kell, hogy Csepelen nagyon-nagyon régóta beszélnek arról, hogy a hévet hogyan kellene fejleszteni, meg a Demszki korszak alatt arról beszélt mindenki, hogy egy metróvonallá szeretnék átalakítani, ami bemegy a belvárosba. Na most a 4-es metrós beruházás után azt gondolom, hogy gondolkodó ember azt látja, hát hogy... egy újabb metróépítésben nem biztos, hogy belevágnak bárki is. Most egyelőre nem, és nyilván az olimpia, hogyha mi kapjuk a lehetőséget a rendezésre, akkor elég közeli időpontban van. Egyébként pedig az időpontot figyelembe véve, és a műszaki megoldásokat figyelembe véve, a villamos egy új, modern, alacsony padlós, légkondicionált villamosra való átállás, az gyakorlatilag orvosolhatja ezt a problémát, illetve felválthatja, kiválthatja a cseppeli hévet, amelyről egyébként tudni kell, hogy egy ikonikus szimbóluma Csepelnek, tehát sokan ragaszkodnak hozzá, és sokan szeretik. De aláírásgyűjtés is, de azt is tudni kell, hogy amikor megkérdezzük az embereket a cseppeli hévvel kapcsolatban, azért nem mindig a pozitív dolgok jönnek előtérbe, hanem általában panaszkodnak, hiszen nehéz rá felszállni, lépcsős, a 21. század követelményeinek nem felel meg, nyáron 40 fokban nagyon meleg, kibírhatatlan rajta az a 13 perces utazási idő, ami az egyik végpontból a másik végpontig tart. Tehát gyakorlatilag van egy ilyen milliója. De most tudja, ezek az én dolgok, nyilvánvalóan, tehát tényleg nehéz felszállni rá, tényleg nincsen klíma, tehát ezzel azért azt nem lehet magyarázni, hogy hú, kellene alacsonyabb lépcsőt csinálni, meg klímát kellene belerakni, hát inkább nem klímát szerelünk bele, hanem legyen inkább villamos, tehát ez azért nem magyarázza ezt. Na jó, de miért legyen villamos, azt azért mondjuk el a nézőknek. Hogyha felszállunk, hogyha felszállunk Csepel végállomáson a cseppeli hévre, vagy bármely csepelközi megállóban, akkor a tervezett átalakításnak az lesz az eredménye, hogy nem a Boráros téren lesz a végállomása ennek a járatnak, és nem ott áll meg, tehát nem kell átszállni azoknak, akik a belvárosba, Nyugatihoz, Oktogonhoz, bárhova mennek Jászai-Mari térre, hanem átszállás nélkül Cseperről megközelíthető lesz egyrészt a 4-es 6-os vonalán a Szél-Kálmán tér egészen, ott ugye 3 metróhoz tudunk kapcsolódni, vagy pedig a 2-es vonalán, ez lesz a másik kapcsolódási pont, a Jászai-Mari térig lehet eljutni, tehát gyakorlatilag... Tehát, csak hogy tényleg pontosan értsük a dolgot. Tehát Cseperről valaki elindul, pillanatnyilag, hogyha be akar menni mondjuk a Nyugati térre, Csepernél felszáll a hévre, a Boráros téren leszáll, átszáll a 4-es 6-osra és elmegy mondjuk a Nyugatig. Hogyha villamos lenne a hév helyett, akkor ezt az átszállást megspórolná? Ezt az átszállást megspórolná, de vegyünk egy másik példát, tegnap is éltem egy hasonló példával, vegyünk egy kisgyermekes anyukát, aki babakocsival úgy dönt, hogy el akar utazni vonattal, tehát szeretne jutni a Nyugati pályaudvarra. Jelen pillanatban elmegy valamelyik hév megállóhoz, ott keres egy szimpatikus utast, aki segít neki felszállni a hévre, mert egyedül adott esetben nem biztos, hogy fel tudja emelni a babakocsit, leszáll a Boráros téren, hogy gyakorlatilag megint segítséget kér, vagy egyedül megoldja, hogy feljusson a hídra, és ott pedig felszáll az alacsony padlós villamos, és elmegy a Nyugatihoz. Hogyha megtörténik ez a fejlesztés, akkor ennek az lehet ebben a példában a következménye, hogy felszáll ez az anyuka a Csepelen az egyik megállón erre a villamosra, amely alacsony padlós, korszerű, felszáll és leszáll egyenesen a Nyugati pályaudvarnál. Tehát tételezzük fel, megspórolunk vele egy átszállást, alacsony padlós tud lenni a villamos, míg a hév nem, tehát ebből a szempontból is egy jobb megoldás.
mennyibe kerül ez, hogy alapvetően arról szól a történet, hogy egyet szállással kevesebb? Mennyibe kerülhet az új villamosnak a kialakítása? Ezt én nem tudom megmondani, nyilván ez a tervezők, illetve a beruházóknak a dolga, pontos számokat nem ismerem. Amit én el tudok mondani, és amiről engem tájékoztattak, hogy ez a megoldás azért is jó, mert gyakorlatilag a nyomtáv, a nyomvonal az használható a villamosra is, tehát a villamos ráhelyezhető a mostani vonalra. Nyilvánvalóan nem értek a szakmai részéhez, de a hévsínre nagyobb átalakítás nélkül rátehető a villamos? Tudomásom szerint és a tájékoztatásom szerint igen, és Csepelen belül a nyomvonal pedig semmilyen változáson nem esne át. Annyi lenne a változás, hogy a jövőben nem a Nemzeti Színház előtt haladna majd el, hanem hátul, ami nem azt jelenti, amit egyébként szeretnek terjeszteni rémhírként, hogy a Közvágó hídnál fog megállni. Igen, a Közvágó hídnál is megáll majd ez a villamos, hiszen az egy közbelső megálló lesz, de onnan természetesen megy tovább, és így lehet majd eljutni a belvárosba, illetve a 4 metró kapcsolathoz. Ugye bizonyos értelemben értem, amiket mond. Tehát megspórolunk egyet, szállást, és tud alacsony padlós lenni. Tehát nagyjából ezt az alapvető különbséget lehet szerintem felfedezni a hév, illetve a villamos közlekedés között. Ha egy országnak tényleg az ég egyet a világon már semmire nincs költeni valója, mert minden rendben van, az oktatás, az egészségügy, és minden rendben van, akkor mondjuk ilyen úri passzióra is költhetünk, hogy tényleg az mennyire jó, hogy a csepeliek egészen a belvárosig el tudnak menni. Én nem hallottam, hogy eddig olyan rengeteget panaszkodtak volna, amiatt, hogy egyszer át kell szállniuk, hogyha a belvárosban akarnak jutni. De nyilvánvalóan ők akár még örülhetnek is egy ilyen fejlesztésnek. De tekintve, hogy én azt gondolom, hogy ez nem egy olcsó dolog, még mindig nem igazán értjük az indokoltságot. Közlekedési szakemberek adnak erre egy egészen más magyarázatot, amiben ugyancsak van némi logika. Ugye átveszi a híveknek az elővárosi tömegközlekedést az állam, vagyis a híveket. A csepeli hív az egyetlen olyan hív, amely nem megy át a közigazgatási határon, tehát nem elővárosi közlekedés. Magyarul felállna egy olyan rendszer, hogy az állam üzemelteti valamennyi hívvonalat, kivéve a csepeli hívet, és ott marad a fővárosnak egy darab hív. Az egészen könnyen belátható, hogyha az összes hívet nem én üzemeltetem, mint főváros, akkor egy hívet most hogy üzemeltessek külön? Nem ez van az elképzelés mögött? Szerintem ennek semmi jelentősége nincs az égvilágon, hát hogyha a fővárosi portfólióban egy hév marad több helyett, akkor egy hév marad, semmilyen probléma nincs ezzel szerintem. Ez a történet abszolút nem erről. Szóval egyébként pedig az, hogy a csepeli hévnek ki adott esetben a fenntartója, hogyha az utasok nem érzékelnek belőle semmit, már pedig csak olyan megoldás született, amelyből nem érzékelnek semmit, tehát hogyha átveszi, akkor nem kell más egyet venni, nyilván a bérlettel használható, természetesen én sem támogatok mást, akkor szerintem azt gondolom, hogy a csepelieknek teljesen mindegy, hogy ki finanszírozza a csepeli hévet, hogyha az ugyanúgy működik tovább. De ez az átalakítás nem erről szól, és ezt szeretném egyébként leszögezni, hogy olimpiától függetlenül is ez egy olyan fejlesztés, amelyen azt gondolom, hogy Csepelen nagyon régóta van igény, már pedig arra, hogy átszállás nélkül be lehessen jutni a belvárosba, illetve a metró kapcsolatokhoz. És én azt gondolom, hogy Csepel ugyanúgy Budapest egyik kerülete, Budapest része, mint a belváros, vagy bármely más kerület, és azt gondolom, hogy a csepeliek semmivel nem másodrendű állampolgárok, mint egyébként más kerületi lakosok. Tehát azt gondolom, hogy a fejlődés az Csepelen is kiérdemelt. Ő most mit tapasztal az emberek, mennyire látják be azt, hogy ez jó lesz nekik? Ugye petíciógyűjtés indult azért, hogy megmaradjon a hív. Meg lehet ezt nekik magyarázni, vagy azért egyelőre még ott tartunk, hogy az emberek se nagyon értik? Nyilván a csepeliekre gondolok, nyilván akikkel nem találkozik. Nyilván a politikusoknak az a feladata, hogy ezeket a döntéseket megmagyarázzák a lakosságnak, elfogadtassák, illetve teljes információval lássák el. Nyilván nehezebb a feladatunk akkor, amikor vannak olyan politikusok, akik megpróbálnak zavart kelteni ebben az egészben, és megpróbálnak politikai hasznot szerezni a csepeli hév vagy egyéb más pozitív közügyekből. Nyilván ez nem könnyíti meg a feladatunkat, főleg amikor olyanokat lehet olvasni, hogy úgy szűnik meg a csepeli hév, hogy majd gyalog kell végigmenni a Weiss-Manfréd úton, és úgy lehet majd besétálni a Boráros térre. Nyilvánvalóan ezek erős túlzások. Nyilván, hát erős túlzások, de Csepelen sajnos ezek nem szokatlanok, tehát ott nyilván minden eszközzel élnek az ellenzéki politikusok. Nyilván az ellenzékieknek az a dolguk, hogy sok mindent kritizáljanak, de azért az fontos dolog, hogy Csepel ellenében ne dolgozzon senki, hanem mindannyian azért vagyunk, hogy Csepel érdekében dolgozzunk. Vannak olyan ügyek, amikben össze kellene tudni fogni szerintem. A fővárosi önkormányzat, sőt, tartósítva a főpolgármester,
egyeztetett önnel, mielőtt ezt kitalálták, ezt a tervezetet? Igen, a főpolgármesteri hivatalban meghívtak engem egy egyeztetésre, ez egy zárt körű egyeztetés volt még akkor, azóta minden teljesen nyilvános, és fölvázoltak a lehetőségeket. Amikor engem oda meghívtak, még nem voltam, csak nagyon-nagyon kevés információ birtokába, és nyilván egy olyan... Nem kapott a civilhez az első pillanatban? Úristen, megszüntetik a hévet. Na, ezt hogy adom el a kerületben élőknek? Hát szerintem ne politizáljon az, akinek rosszak az idegei, nekem szerencsére jók az idegeim, és nyilván úgy mentem oda, amikor először ezt hallottam, hogy nekem sem esett jól első hallásra az a tudat, hogy megszűnhet adott esetben a csepeli hév, és fölválthatja egy villamos. De aztán olyan észérvek hangoztak el ez a tájékoztató alatt, amely arra juttatott engem arra az elgondolásra, hogy ezzel csak nyerhetnek a kerület lakosai. Köszönöm, hogy itt volt ma reggel, meglátjuk majd hosszú távon, ki győzött meg, ki nem. Köszönöm.